Fali papi, mami. Na, hát ez úgy történt, ez a dolog, hogy mentem pár napja edzést tartani. És hát azt tudni kell, hogy én körülbelül olyan 8 éve kerékpározom, ugye megállás nélkül. Ugye elég intenzíven, főleg ugye az elején körülbelül egy ilyen 4-5 év volt, amikor megállás nélkül majdnem minden nap kerékpároztam. És hát közben most ez a harmadik kerékpárom, már ugye egy KTM Ultra One kerékpárom van, egyébként lehet látni egy ilyen videót is, ott megmutatom. Itt annyit kell tudni erről a kerékpár, ezt csak azért mondom, mert fontos egyébként a történet, ez kapcsolódik. Annyit kell tudni erről a kerékpárról, hogy ilyen 29-es kerekek vannak rajta, tehát ez egy ilyen haladós kerékpár, elég vastagok a kerekek is rajta, tehát ez egy ilyen félig terep, félig beton kerékpár, ennek az a speckója, és rettenetesen lehet vele haladni, tehát egy 25-ös tempót azt megállás nélkül tudsz diktálni vele úgy, hogy igazából nem annyira megerőltető, sőt ugye olyan az egész kerékpár kialakítás, hogy a 20 körül kezd el a bicikli érvényesülni. Hát nem is ez a lényeg, ugye nem szoktam én menni, mint egy állat. Azért, mert én meg nagyon, nagyon veszélyesnek találom egyébként a bringázást, és hát baleset nélkül megúsztam körülbelül ugye mostanáig. Párszor már történt velem ilyen probléma, meg ilyen helyzet nyilván, amikor majdnem elütöttek, meg a legtöbbször ugye az szokott lenni, amikor valaki kanyarodik ki az egyik irányba, a bicikli út a másik oldalról is jön, és ugye a forgalmat csak arról az oldalról nézi, és akkor úgy akar elfordulni, hogy abba az irányba, ahol neki szabad, a túloldalon meg ugye jövök, és ő pont nem néz oda. De hát ezeket már látom általában, hogy ő nem néz oda. Meg hát próbálok én mindig például bicikli úton haladni, soha nem megyek az úttestre, csak hogyha nagyon muszáj, nagyon ritkán, akkor kénytelen vagyok, akkor megyek csak ki. De hát alapvetően meg nem szoktam, mert elég életveszélyes szerintem. Letarolnak ott az út mellett az autósok. Szerintem nem is szeretik, szerintem a forgalmat is feltartja a kerékpáros legtöbbször. Na de hát a lényeg ugye az, hogy mentem át a zebrán, és ugye a zebra mellett ugye bicikli út is volt, tehát külön ugye a zebra mellett bicikli átkelő volt, ugye zöld volt nekünk, és ilyenkor megmondom őszintén, ugye hát gurulnak át a bringások, és hát én ezeknél is szoktam figyelni, mert azért mindig látom, hogy valaki mindig még azért átcsúszik, vagy sokszor volt olyan, hogy a piroson ugye átjön valaki, és hát mondhatod azt, hogy neked van elsőbséged, meg neked volt zöld, hogyha elütnek, szóval ez nagyon veszélyes. És akkor, hát most gyakorlatilag az volt, hogy a kanyarodóból ugye zöld volt nekem, és akkor egy autó izomból nyomott neki egy kövéret, hogy ő még átfér gyorsan. Az nem tudom, hogy ott az elsőbséget kellett volna megadnia, vagy egyszerűen a piroson csúszott át. De az a lényeg, hogy se elsőbséget nem adott semmit, ugye nyomott neki egy ilyen nagyon izom kövéret ott a zebrán, gondolom, nem tudom, hogy mit akart, megmondom őszintén. És hát ugye telibe majdnem elütött. Annyien isteni szerencsém volt, vagy valami nem tudom hányadik, ezredik érzékből isteni sugallatra ugye keresztbe rántottam a kerékpárt, ugye satúféket nyomtam, ugye ahogy ő majdnem elkapott, ő is ugye satúféket nyomott, és hát ugye ez ahogy így kicsúsztam így egy oldalra, ugye az elejét ugye elkapta a bringának, hát ő átcsúszott, ahogy satúfékezett egy kicsit a szembesávba, én meg hát ugye a satúféket nyomtam, ugye a kerékpár az ugye átbillent, meg illetve hát én is ugye elestem, ahogy így oldalra raktam a bringát, meg ahogy így elcsapta az elejét, és akkor lebukfenceztem, hát pörögtem vagy kettőt így
autó mögött, hál' Istennek, és akkor igazából egy karcolás nélkül megúsztam, úgymond, tényleg valami isteni szerencsére. Én nagyon-nagyon jól estem, jó, hát annyi volt, lehorzsoltam a lábamat, meg mit tudom, összetört a hátsó lámpám, meg hát úgy azért úgy valószínűleg volt egy kis látványa. Egyből ugye megálltak az autósok, meg a bringások, meg mindenki, és hát jöttek oda rögtön. Most egy idézőjelben jó dolog volt ebbe az, hogy a srác az kiugrott a kocsiból, és akkor nem kezdte rögtön ezt a, amit ilyenkor ugye szoktak az emberek, ugye az a taktika, hogyha valami szabálytalanságot csinálsz, vagy nem adsz meg egy elsőbséget, vagy átcsúszol egy piroson, hogy ugye elkezdesz felháborodva neki menni a másiknak, egy bízva abban, hogy mondjuk ő nem ismeri a kreszt, vagy éppen abban a helyzetben ugye olyan pszichés állapotba kerül, hogy azt fogja hinni, hogy ő a hibás, és akkor ugye ilyenkor szoktak úgy kiszállni, hogy hát azért figyelhettél volna, tesó, te is egy kicsit, meg izé, mi van veled, meg ilyesmi, és ugye nagyon jól tudja, hogy mondjuk ő volt a hibás, mert ugyanúgy elüt egy gyalogost, és akkor még kiszáll és elkezd üvöltözni, és a gyalogos még azt is beismeri, hogy rossz helyen volt, rosszkor. Most ugye itt, hál' Istennek, erről nem volt szó, szóval tényleg a srác szerintem sokkal jobban meg volt ijedve, mint én, megmondom őszintén. Szóval kiugrott és rögtön fogta a fejét, hogy úristen, ezt elcsesztem, ezt átjöttem véletlenül, elrontottam, mit csináljak, nagyon sajnálom, mit tényleg idézőjelben tök normális volt a srác. És akkor félre húztuk a bringát, félre raktuk, akkor odajött még egy bringás, hogy maradjon egy ilyen tanúskon, de mondtam, hogy nem, de hogy is nem kell, semmi ilyesmi nem kell. Akkor utána kiszállt az apukája is, hát ott nagyon, szerintem iszonyatosan meg voltak ijedve, szóval nagyon durva. És ugye elkezdtem neki magyarázni, hát most ezzel az a probléma, hogy én most itt azért mindig, amikor így vannak ezek az átkelő részek, ugye, és biciklinek van hagyva útvonal, ugye ott át lehet haladni. Hát nyilván sima zebrán, ugye ott át kéne tolnod a kerékpárat, vagy pedig lelassítani teljesen, egyébként ezt se tudják nagyon sokan, de egyszer utána olvastam ennek, és azt, ott például azt írták, hogy öttel vagy kevesebbel a kerékpáros is átgurulhat a zebrán, de hát erről rengeteg vita van. Én egyszer ezt olvastam egy ilyen jogszabálykönyvbe, hogy a kilométer órád van, és úgy, mint egy gyalogos, úgy átgurulhatsz, nem kell leszállni a kerékpárról, de áthajtani nem lehet. Ugye ezeken a részeken, ahol meg bicikli út van hagyva, ott meg nyilván nem tiszta izomból, de ott is ott át lehet haladni kerékpárral. Most én ott ugye szoktam mindig figyelni, meg mondom, lelassítok szándékosan. Most ugye ő valószínűleg átcsúszott a piroson, én arra tippelek, hogy mert ugye egy autó se jött, és ő meg úgy izomból szerintem nyomott neki egy kövéret, hogy akkor még gyorsan berántom. Nem tudom, és akkor kérdeztem is tőle, hogy most mi volt, és mondta, hogy iszonyatosan figyelmetlen volt, nagyon sajnálja, meg mit tudom, és akkor mondtam neki, hogy hát ezzel az a probléma, ugye, hogyha mondjuk én 20-szal itt jövök, és mondjuk a piroson így átjön, és mondjuk izomból így rám ránt egyet, és így oldalról elkap, akkor szerintem itt nem tudom, itt szétlocsan az agyam. Tehát én kész, hát az előtti biciklivel felkenődök a szélvédőre, ez egy jobb eset, hogyha nem maga alá gyűr, ugye elrepülök a picsába, hát ez nagyon durva, tehát ez nem ilyen egy biciklis baleset, hogy ne haragudj, szóval ettől függetlenül se nagyon durva szerintem. Hát képzeljétek azt el, hogy most itt van egy ilyen erkély, nem tudom mennyire látszik itt a tér, de itt még van még egyszer ennyi, és gondoljátok el, hogy a féknyoma az kétszer ilyen hosszú volt, mire meg tudott állni a gyerek ugye ellenkező sávban. Tehát el tudjátok képzelni, hogy milyen sebességgel nyomta neki, hogy még akkor gyorsan rárántok. Hát most az így elkap engem, mondjuk nem ilyen szerencsésen, hogy így elbillenek, meg így lecsapja a kereket, meg pont elmegy, meg pont átbillenek, hanem mondjuk ez teljesen oldalról telibe ver engem, hát az én ott maradok, ezt most megmondom. Aztán hát ez nagyon meg volt ijedve, és akkor ott ugye mondtam neki, hogy a káromat azt térítse meg. Hát megmondom őszintén, az rohadtul megijedtem, tehát attól függetlenül, hogy én így jól kezeltem a helyzetet, meg tényleg megúsztam egy kis sérüléssel, ahhoz képest, nem tudom, vagy ezen kívül azért rohadtul megijedtem, szóval volt benne ilyen stressz, meg kegyetlenül ideges lettem, megmondom őszintén, de mondom,
az volt a szerencse idézőjelben a srácnak, hogy tényleg nem kezdett el itt kamuzni, meg mit tudom én, meg nem próbált itt kibújni a felelősség, hanem nem teljesen elismert, és mondta, hogy ezt elcsesztem, mert nem tudom, hogy hogy sikerült, meg mit tudom én. És akkor ott kifizette a lámpámat, tényleg egy ilyen nagyon minimális összeget, és simán szerintem ilyen 20 ezret elkérhettem volna az egész káromért, meg mindenért, de tényleg egy nagyon minimális összeget, csak úgy mondtam, hogy a lámpát fizest kész, meg kicsit ilyen stressz helyzetben is voltam, hogy de nyilván nem is ez a fontos, hogy most ott az ember elkérjen valamennyit, mert ha mondjuk átjött így a piroson, az, ha jól tudom, az 50-100 ezer forint minimum, nem beszélve arról, elütöttél valakit, szóval az rohadtul megszívta volna. Szóval azt így kifizette, de hát igazából nem is ez a lényeg, hogy most itt fizessen bármennyi összeget ez az ember, mert az sokkal fontosabb szerintem, hogy ezt megúszza az ember épségben. Nem ez a lényeg, hogy most mennyit tud ő kifizetni ezért, mert most hogy cseszhetem a, nem tudom, a 100 000-emet is, ha ott fekszek a kórházba, és akkor ilyen maradandó károsodást szenved, mit érsz vele, komolyan semmit. Nyilvánvalóan. Aztán kicsit átnéztem ott a bringát, hát igazából a váznál is picit így lehorzsolódott, mert mit tudom én, de hát szartam rá, megmondom őszintén, meg rohadtul megijedt a gyerek. Nem tudom, ott egy kicsit az elmagyaráztam neki, hogy szerintem ez hogy van, de hát nem tud többet hozzátenni. Szerintem ő egy ideig most oda fog figyelni. Szóval mondom, rettentően megijedt, szerintem sokkal jobban, mint én, bármennyire furcsa. De hát na mindegy, szóval vigyázzatok nagyon, mert hiába, az a fontos, hogy hiába vagy te tudatos, most mondok valamit, járókelő, hiába vagy tudatos biciklis, hiába vagy tudatos motoros, autós, kamionos, tök mindegy ki, ugye mindig van valaki, akitől félned kell, vagy tartani. Nekem ugyanúgy kell az autósoktól tartani, a gyalogosoktól, a motorosok, mindenkitől kell. Bár érdekes, a motorosoktól a legkevésbé, ugye az autósoknak meg pont azoktól, mindegy, mindenkinek van valami, akit utál, meg akit nem szeret, nekem éppen egyébként nincs ilyenem, engem a gyalogosok sokkal jobban idegesnek, a kerékpárost meg mindig a gyalogos ideges. Hogy ott mennek a bicikli úton, és akkor nem akar arrébb menni, és nem érti, hogy az bicikli út, hogy legalább csengetek, akkor legyen szíves arrébb menni, és ugye rám néz, és akkor nem megy arrébb szándékosan. Nem tudom, ezt se értem, hogy ez mi, és akkor le kell mennem a fűre, és nem is szoktam már. Mindegy. És hát ugye a bringások közül is nagyon sok ember hülye, tehát ez egyértelmű. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem az ember függő, tehát nem úgy, hogy a bringások a hülyék, én nagyon nem szeretem, amikor ezt mondják, én nagyon utálom az ilyet, ezeket a sztereotípiákat. Szerintem aki hülye, az alapvetően tök mindegy, hogy gördeszkára ül, vagy gyalog megy, ugyanolyan hülye, mert átrohangál. Ha a motorra ülteted, ugyanolyan idióta, autóba is ilyen s***fej, opa, nem lesz családbarát. Ugyanilyen akármire ülteted, tök mindegy. Tehát az nem kell neki bringára ülni, hogy ott majd ő bringás. Nem, ott akárhova ülteted, az ilyen ember, az ilyen. Teljesen mindegy. És ugyanúgy vannak tudatos emberek is, akik autót is úgy vezetnek, meg motort is úgy vezetnének, meg biciklit is, vagy kerékpárt. És én például úgy gondolom, hogy én nagyon ilyen vagyok, és azért mondom, hogy én még az olyan helyzetekben is ott nagyon jól tudom, hogy elsőbségem van, nagyon jól tudom, hogy ott aztán tényleg nekem kell menni. Nem, én ott is figyelek, ott is lassítok, ott is próbálok mindig úgy benézni. És szerintem itt is volt egy ilyen tudatalatti dolog, hogy mindig amikor megyek, akkor mindig a periféria van, mindig nézem, hogy nem csúszik át valamilyen őrült, aki még nyom egy utolsót neki, és jó keményen bevágod előre a műző elé, a bicikli úton, vagy a kereszteződésbe, mikor mondjuk zöld van nekem, akkor soha nem hajtok át, mint egy állat, hanem mindig kicsit azért lassítok, hogy azért figyelek, hogy valaki a piroson nehogy így keresztbe vágjon, vagy a villamosnál, mindenhol próbálok, mert ugye ez egy nagyon igaz mondás, hogy aztán a sírodra, ha fölvésik, hogy neked volt elsőbséged, azzal tényleg nem érsz semmit, akkor maximum egy ilyen sírfelirat lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzatok, meg hát autóba is nagyon vigyázzatok, a kerékpárosokra is, mert igenis van, aki szabályosan közlekedik, és szarul vannak azok is megcsinálni, tehát szarok a szabályok is. De nagyon sok helyen nagyon rosszak, tehát autósként is rohadt nehéz vigyázni, mert rosszak a szabályok. Tehát nagyon sok bicikli út például ellenkezőleg keresztbe is ugye használható, ami
ami mondjuk egy irányú az egyik oldalra, ott a biciklis mindegyik oldalról jöhet, teljesen rossz, hogy kéne valami szabály, ami sokkal jobban oda tud figyelni mondjuk az autós, és nagyon sok hülye szabály van, úgyhogy rohadtul kell vigyázni mind a két oldalról oda-vissza egymásra. Ennyi a történet. Na, Ali Papi Mami.